Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ünnepi közgyűlés. Vármegyei kitüntető díjakat adtak át. Tanévnyitó Dombóváron. Szent Mise a Jézus szíve templomban. Harmadik alkalommal rendezték meg a családi napot. Tolnán kapcsolódtak ki kicsik és nagyok. Város és bányásznap. Sokszínű programokkal készültek nagymányokon. Minden évben szeptember elején tartják meg a Vármegye napot egy ünnepi közgyűlés keretén belül, amelyen büszkén tekintenek vissza Tolna Vármegye életének kiváltságos pillanatára Szekszárdon a Vármegye házában. Idén is kitüntető díjakat adtak át azoknak, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak a régió fejlődéséhez, gyarapodásához. Idén szeptember 2-ára esett az ünnepi közgyűlés megtartása Tolna Vármegyében. Ez a nap mindenkiről szólt. Közös érdeket szolgál. Első Lipót király 1699. szeptember 1-én adományozott pecsét használati jogot Tolna Vármegyének. Az eseményt a Brass Five részfúvós kvintet nyitotta meg zenéjével. A Vármegye minden települése értéket közvetít, mondta köszöntő beszédjében Latorcai Csaba államtitkár. Értéket közvetít a maga nemében mind a 109 települése a Vármegyének, legyen az akár szellemi érték, művészeti érték, tárgyi emlék, élő szokás. Fontos a közösség életében az identitás és a valahova tartozás érzése. Most pedig ugye az évente egy darab olyan ülés, amikor a megyei kitüntető címeket adjuk át. Jelenleg ezt most letudtuk ezt a feladatot, és kiadtuk azokat a címeket, illetve azokat az okleveleket, meg serlegeket, jutalmakat, amiket erre terveztünk. Azt gondolom, hogy a megye sorozatban minden évben termeli magának a szorgalmas, lelkes, lokálpatriót embereket, akik különböző szinten, különböző tudással és lelkesedéssel támogatják a megye közéletét, a megyei településeken, akár az egész megyében, és ezeket díjazza a megye minden évben. Latorcai Csaba államtitkár büszkén számolt be a sikerekről. Fontos akkor, hogyha együtt vagyunk egy ilyen közösségi rendezvényen, hogy gondolkodjunk a jövőről, számba vessük az eredményeinket. Így a mai ünnepi közgyűlésem elbüszkélkedett a Vármegye azzal, hogy a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Pluszból immáron több mint 20 milliárd forint erejéig olyan programok kerültek kidolgozásra, amelyek már szerződéssel is le vannak fedve, és olyan mennyiségű és minőségű pályázat, program és projekt került benyújtásra a Vármegye több mint 100 településére, hogy meg is kellett emelni a keretet, immáron 49,9 milliárd forint áll Tolna Vármegye rendelkezésére. A közösségi erők nagyban hozzájárulnak az életszínvonal növekedéséhez. Hiszen az a célunk, hogy 2030-ra Magyarország váljék az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyikévé, így a Tolna megyeiek is, a Tolna Vármegyében élő több mint 230 ezer honfitársunk is legyen ennek nyertese, ők is olyan helyen és úgy éljenek, ahol nem csak jól, hanem szépen és boldogan is lehet élni. Ez a célunk, ennek rendelünk alá minden fejlesztést, minden helyi fejlesztést, minden járási és vármegyei fejlesztést. Fontos a múltunk tisztelése és becsülése, hiszen múlt nélkül jövő sincsen. Tanévnyitó ünnepi szentmisét tartottak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum iskolájának a Dombóvári Jézus szíve templomban. Meghitt, nyugodt, békés, rövid, ugyanakkor tartalmas megnyitóval kezdték meg a tanévet a diákok. A Máltai Szeretett Szolgálatnak országszerte 20 iskolája, óvodája van. Az iskola lehetőséget ad a gyermekeknek többféle ágazatban tanulni. Nagyon büszkék vagyunk erre az iskolára, nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra. Az iskola diák létszáma rohamosan növekszik, tehát legmerészebb álmainkban nem gondoltuk volna, hogy néhány év alatt megdupláztuk a létszámát a Dombóvári Eszterházinak.
Ugye nagyon sok nappal is diákunk, és nagyon sok felnőtt is jár az iskolánkba. Nagyon-nagyon sok ágazatban, több mint egy tucatnyi ágazatban képezünk itt a szakképző intézményben, szakképző iskolai, technikumi esti képzésben is. Olyan fiataloknak nyújt segítő kezet az intézmény, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni a hagyományos iskolai oktatásban. Van műhelyiskolai képzésünk, azoknak a 16 év fölötti diákoknak, akik lemorzsolódtak az iskolarendszerből, van orientációs évfolyamunk, azoknak a diákoknak, fiataloknak, akik nem tudják még feltétlenül eldönteni 14-5-6 évesen, hogy milyen irányba, milyen szakma irányába szeretnék tanulni. Nekik is ajánlunk képzést, sőt még van úgynevezett dobbantó programunk is, ami pedig azoknak nyújt kiváló második, harmadik, ki tudja, hanyadik esélyt, akik nem végezték az általános iskolát, viszont hogyha itt nálunk a Dombovári iskolánkban elvégzik a dobbantó programot, utána a műhelyiskolát, ez gyakorlatilag kb. Másfél év alatt, akkor általánoskai végzettséghez és részszakmához is jutnak. A Szent Misa után az iskola sportcsarnokában folytatódott a nap. Az öltözőkbe új bútorok kerültek átadásra. Mögöttük látható egy eredményjelző, amit egy-két éve szintén beszereztünk, és akár itt a padokat, vagy ha a kapukat nézem, akkor azokat is ugye közös erővel, vagy inkább az egyesületünk révén szereztük be. Ezt a hagyományt szerettük volna folytatni, most az előző tanév végén volt egy kis pályázati lehetőségünk, és a kettő öltözőre való öltözői bútort, vagy öltözői padokat szereztünk be. Ez egy hármas összefogás volt, mert mind a Dombováros önkormányzata, mind pedig ugye az iskola fenntartója is a finanszírozásban részt vett, és a maradék körülbelül 50%-ot az pedig ugye az egyesület tette hozzá. A közös összefogás nagyban hozzájárul a kitűzött célok megvalósításához. Olyan kezdeményezésük volt, hogy ezeket a régi tornapadokat, amelyek már töröttek voltak meg, kiszakították azért a sportruhákat, vagy a szoknyát a lányoknál, a női öltözőket újítottuk fel, vennének vadonatúj padokat, ehhez hozzájárult az önkormányzat is, és most ezeket a padokat tekintettük meg a fenntartóval együtt. Ez az együttműködés egyébként a focisulival és az önkormányzattal már nagyon régóta tart az intézményben. Nagyon örülünk neki, mert sok hasznunk van idézőjelbe belőle, de természetesen mi is cserébe rengeteg mindent próbálunk meg adni a focisulinak, ingyen lehetőségeket ahhoz, hogy focizzanak akárként, akár bent. Tehát az együttműködés az általában kölcsönös mindkét részről, úgyhogy idén a tanévnyitóra vadonatúj focilabdákat is kaptunk tőlük, és hát ezt láthatták most ebben a pillanatban. A diákok sok támogatást és biztatást kapnak a várostól és a pedagógusoktól. Mindenkinek célja, hogy fejlődő környezetben tanulhassanak a gyerekek. Hat alkalommal szabadtereken, két esetben pedig gépjárművekben csaptak fel a lángok hétvégén. Továbbá kétszer közlekedési balesetnél avatkoztak be a tűzoltók. 500 négyzetméternyi területen égett az avar és a gaz péntek délután Kaposszekcsőn a Táncsics utcában. Egy hektárnyi területen lángolt a tarló péntek este Máza külterületén. Kigyulladt egy személygépkocsi és körülötte az avar vasárnap délután Kurton, a 6538-as számú út 25. kilométerénél. Mindegyik esetben sikeresen megfékezték a lángokat a tűzoltók. A helyi önkormányzatoknak idén is lehetőségük van Viszmajor támogatást igényelni. Az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé vált védekezés többletkiadásainak, és az önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületeket érintő előre nem látható károk helyreállításának finanszírozására. Jelentette be Navracsics Tibor miniszter úr a kormány részéről nyújtott támogatási okiratok ünnepélyes átadóján. A segítségben Bonyhád város önkormányzata is részesült. A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar szociális tanulmányok tanszéke volt az egyik szervezője a 6. fejlesztő foglalkoztatók fesztiváljának, amelyre augusztus 29-én a kar szekszárdi kampuszán került sor. Kitüntetett szakmai figyelem és érdeklődés kísérte a teltházas programot. Az előadások során többek közt felhívták a figyelmet az integrált szociális intézmények által is hasznosítható innovációs lehetőségekre, valamint bemutatták a tanszék nemzetközi és hazai kutatásait.
Családi napot szervezett az Alta Ripa Szabadidő Parkban a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tolna Vármegyei Nevelő Szülői Hálózata. Az esemény a régió gyermekvédelmi gondoskodásában élő gyermekeknek, fiataloknak és nevelő szüleiknek kedvezett. A családi napot minden évben megrendezik a szervezők. Idén is színes eseményekkel készültek a gyerekeknek és nevelőszüleiknek egyaránt. Új lenyomat készítéssel is megismerkedhettek a kiskorúak, valamint egy igazi rendőrautóba is beülhettek a nap folyamán. Mit fogtál? A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a különböző programok mellett olyan szabadidős tevékenységet is biztosítson a nevelőszülőknek, náluk nevelkedő gyermekeknek, ami alkalmat arra, hogy együtt legyenek és egy kellemes napot együtt töltsenek. Úgyhogy a családi napoknak megyénként így a Tolna megyei nevelőszülői hálózatunkban is gyakorlat az, hogy minden évben megrendezzük ezt a családi napot. Közel 200-250 fővel vannak most is jelen, és ezen a helyszínen a harmadik alkalommal vagyunk, és mindig nagyon jó idővel és programokkal tudtunk kedveskedni a gyerekeknek és a nevelőszülőknek. Az ilyen családi napok többek között azt a célt is szolgálják, hogy ezt a nemes hivatást népszerűsítsék. Nagyon sok olyan gyermek van, aki családába kikerülve szeretne nevelőszülői családba kerülni, és bizony nevelőszülői hálózatok azzal a problémával is küzdenek, hogy hogyan tudják azokat a nevelőszülőket pótolni, akik koruknál, egészségállapotuknál fogva esetleg kénytelenek befejezni ezt a nemes hivatást. Tehát mindig várjuk azokat az érdeklődőket, akik érdeklődnek, és mi szívesen tájékoztatjuk őket erről a szép hivatásról. Horváth Gyulánénak 6 gyermek teszi boldoggá mindennapjait. Olyan luxus dolgokat kapnak ők meg egy-egy tábor alkalmával, amit egy átlagos család nem tud megengedni a gyerekének, és ez őnekik is egy nagy élmény, nekünk egy kicsi pihenés, amíg táborban vannak a gyerekek, mert azért nekünk ez a pihenés. Mert azért akármennyire is szeretjük egymást, és akárhogy is, de azért 6 gyerek, akkor is csak 6 gyerek. És én itt teljesen meg vagyok elégedve, és én ezt főállásban csinálom. Nagyon örülök neki, hogy ezt választottam, mert ezzel úgy kiteljesedett az életem. A gyermekek a program keretein belül sokféle élménnyel gazdagodnak. 13 éve leszek itt a rendszerben. Hát nagyon sok már... Végül is ők elvisznek sokszor a Balatonra, minden évben. Különböző programokra megyünk, akkor ugyanúgy itt már az Ágotában voltunk, Zalaszabarban, táborokban, különböző helyeken, itt is ugye Tolnám. Akkor ugye rajzpályázatok miatt is szoktunk menni. Mindig is támogatnak emiatt, hogy menjünk és csináljuk. Aztán most is mennünk kell majd a díjátadóra emiatt, mert nyertünk valószínűleg, de nagyon szeretek itt lenni. A családi kötelék nem csak a közös vérben mutatkozik, hanem az egymás iránti kölcsönös tiszteletben, szeretetben és elfogadásban. A NAV Tolna vármegyei munkatársai a napokban az építkezéseket és az építőanyakereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Szeptember 4-én Bonyhádon, 5-én Szekszárdon, 6-án pedig Tolnán járnak majd az ellenőrök. A Fusz János Zeneiskola tanulói idén is részt vettek egy rangos képzésen, a Giovanni Artisti Mesterkurzuson. Művészek, egyetemi oktatók érkeztek az intézménybe, hogy színvonalas órákat tartsanak a diákoknak tehetséggondozás céljából. 5 napon keresztül pallérozták a fiatalok elméjét előadásokkal. Ha van olyan fiatal, aki szeretne, szeptember 4-én még van lehetőség a pótbeiratkozásra az intézményben az idei tanévre. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekek új szemszögből, új látásmódot lássanak, halljanak, illetve több olyan növendéknek is ez egy olyan, hát vagy egy csomópontnak mondanám, vagy egy olyan alkalom, ahol itt lehet, hogy eldől, hogy a gyermek zenei pályás lesz-e. És erre ez egy nagyon jó alkalom, megszeretik a művésztanárokat, és több gyerekünk is, több növendékünk, több szekszárdi növendék, bátor, bonyhádi növendék, tolnai növendék az ő kezeik közé kerülnek majd egyetemista korukba. Augusztus 31-én szombaton megtartották a Város és Bányász napot Nagymányokon. Idén is sokszínű programok várták a helyieket és a környékbeli érdeklődőket egyaránt.
Az eseményen hagyományőrző tánccsoportok, fúvós zenekarok színvonalas műsorokat adtak elő. Bartucz Máté, Nagymányok polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kihangsúlyozta, a közösség összetartása hozzájárul a hagyományok és a bányászati múlt megőrzéséhez. Eddig ezek a rendezvények külön voltak tartva, városnap az mindig a 20-ai hétvégén volt, és most úgy gondoltuk, hogy összekötjük a bányásznappal, ugyanis a bányásznap az elmúlt években már csak megemlékezésről és koszorúzásról szólt, és mi egy bányász település vagyunk, minden tőzsgyökeres családinak van bányász felmenője, és szerettük volna, hogyha méltóképp meg lenne emlékezve erről az eseményről is. Megemlékezéssel és koszorúzással vette kezdetét a városnap. A Nagymányoki Városi Fúvószenekar és a Mázai Bányász Fúvószenekar előadásaikkal színesítették az eseményt. Ez az éves legnagyobb rendezvényünk, vagy az évi legnagyobb rendezvényünk, és én úgy gondolom, hogy így, hogy összekötöttük a bányásznappal, így még több embert meg tudunk szólítani. Lesz a gyerekeknek ingyen, vagyis van a gyerekeknek ingyen ringlispill, ugrálóvár, cukorágyú lesz nekik, a felnőtteknek lesznek nekik való programok, illetve az időseknek programok, továbbá egy bányásznapi vacsora, amivel az önkormányzat kedveskedik minden bányász szakszervezeti tagnak. Az este fénypontja a Rudán Joe Band koncertje volt, amely igazi rockzenei élménnyel gazdagította a rendezvényt. Regionális híreink következnek. Több kedvezményt biztosít a kormány az iskola kezdéshez a családoknak. Ingyen tankönyv, tanszercsomag, étkezés és jogosítvány. Legújabb technológiák, ipari fejlesztések. Találkozó az agrárium és az ipar szereplőinek Pécsen. Becsengettek. Megkezdődött a tanév az általános és középiskolákban. Több kedvezményt biztosít a kormány az iskola kezdéshez a családoknak. Már augusztusban megkapták a családi pótlékot, hogy megkönnyítsék ezzel is az iskola kezdést. Ingyen tankönyvet kapnak a gyerekek, és a nagycsaládosoknak az iskolai étkezésért sem kell fizetniük. A jogosítvány megszerzéséhez is jelentős támogatást ad a kormány. Pécsre, a vármegyére vonatkozó adatokat hallhattunk a pécsi tankerületi igazgatótól és a kormánybiztos országgyűlési képviselőtől. Óriási nehézséget tud okozni az augusztus vége a gyermekeket nevelő családok számára, hiszen a tanszercsomagot, az összes tankönyvet meg kellett vásárolni és be kellett fizetni a gyermekétkeztetés összegét is. Ráadásul csak a hónap közepén kapták meg a családtámogatásokat az érintettek, idézett egy korábbi korszakot Hoppá Péter kormánybiztos országgyűlési képviselő a Meszesi Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón. Most azonban pozitív változás van. A családtámogatásokat előre veszi a kormány, tehát augusztus végén a szeptemberi juttatásokat mindent folyosít az államkincstár minden családnak, a gyest, a gyedet és a családi pótlékot egyaránt. Ezen kívül pedig ingyenes tankönyvben részesül az elsőtől a 13. évfolyamig minden magyar diák az iskolákban, a köznevelésben is és a szakképzésben is. Új támogatási forma ezen felül, hogy a KRESZ vizsgát a középiskolásoknak kifizeti a kormány, tehát akik ügyesen sikeres KRESZ vizsgát tesznek, azoknak ezt ingyenessé tette idén szeptember 1-től a kormányzat. Mindezeken felül lehetőség van az önkormányzatnál kormányzati támogatási finanszírozással nagycsaládosok számára ingyenes étkeztetést is kezdeményezni. Nagyon sok olyan támogatási lehetőségeket teremtett az Orbán kormány, melyek 2015 nem voltak, hangsúlyozta Hoppá Péter. A pécsi tankerület 3 járást lát el, ami 14 ezer tanulót jelent, 39 székhely intézménnyel, 28 tagintézménnyel. Ez azt jelenti, hogy 2000 pedagógus és közel 500 nevelési oktatási munkát közvetlenül segítő munkatárs dolgozik azért, hogy minden nevelési célt megvalósítsanak, és a gyerekek minden tudást elsajátítsanak, tájékoztatott Tóth László Ákos tankerületi vezető. Idén a beiskolázás következtében kicsi elsős gyerekek 1200-an iratkoztak be az iskoláinkba. A 9. évfolyamra közel 500 tanuló iratkozott be. Összességében ez 14 ezer gyermek jár az intézményekbe. Ezeknek a gyermekeknek a kormányzati segítség az a legnagyobb mértékben valósult meg, hiszen elsőtől 13. évfolyamig ingyenes tankönyvben részesülnek a diákok. Ez csak a pécsi tankerület vonatkozásában 150 millió forintot jelent, és akkor ez még csak az alaprendelés a szeptember hónap folyamán,
meg lesz a kiegészítő rendelés, vagy a pótrendelés, ami még néhány millió forinttal ezt meg fogja fejelni, ezt az összeget. Több mint 1000 tanszercsomagot osztanak ki a rászorult családoknak. Országos viszonylatban ennek az összege több mint 1 milliárd forint támogatást jelent a családoknak. Fontos az ipari ágazatok és a helyi mezőgazdaság szereplőinek rendszeres találkozása. Ma már az új technológiák beépültek a modern agrárgazdaságba, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Ezért is fontos megrendezni a Baranyai Agrárnapot, ahol a vállalkozások, termelők, szakemberek és döntéshozók megismerhetik egymást. Ez egy drón, amit a mezőgazdaságban lehet használni. Például növényvédőszert lehet vele célzottan csak a szükséges területre kijuttatni. Ma már a technológiai eszközök a modern agrárgazdaság részét képezik, mondja a helyi iparkamara főtitkára. Olyan korszerű technológiák jelentek meg, amik ipar 4.0-ások, mesterséges intelligenciát használnak, szenzorosak, kamerarendszer, ez már gépipar, elektronikai ipar, ipar 5.0, kommunikáció, IT. Az agrárium elképesztő tempóban és nagyon intenzíven magáévá tette azt, hogy diverzifikáltan kell gondolkodni, és ez a diverzifikáció a szektoron belül megvalósult, úgyhogy szerintem erre kell fókuszálni. Ezért fontos, hogy a különböző iparterületek, ágazatok és az agrárium között legyenek találkozási pontok. Baranya gazdaságában fontos a mezőgazdasági termelés, ezért kell az ipari szereplőket és az agráriumban tevékenykedőket szakmai találkozókon összehozni, tudtuk meg a főtitkártól. A térség jövőjét alapvetően a gazdaság határozza meg, aminek szerves részét alkotja az agrárium és az élelmiszeripar. Évekkel ezelőtt az Agrárkamara elnöke Rittlinger József meghívott minket az által létrehozott agrárkerekasztalba, és az agrárkerekasztal, ami a szakmai szervezetek, a kamarák, közintézményeknek egy rendszeres találkozó helye az agráriumot érintően. Az agrárkerekasztalban merült föl, hogy csináljunk egy olyan szakmai rendezvényt, ami nem kiállítás, nem a lakosságnak szóló bemutató, hanem a legnagyobb, legmérvadóbb agrárgazdálkodóknak egy olyan találkozó pontja és találkozó helye, ahol nagyon rövid szakmai előadásokat követően lehetőség nyílik a lehetőségek, az innovációk és akár a problémák a közös azonosítására. Erre nyújtott remek lehetőséget a Baranyai Agrárnap, értékelt a helyi iparkamara főtitkára. Az eseményen, amit augusztus utolsó péntekén rendeztek, előadások, pódiumbeszélgetések, kötetlen találkozó várta a vendégeket. Másfél millió diáknak kezdődött meg hétfő reggel a tanév az általános és középiskolákban. Somogyban is iskolapadba ültek a gyerekek. A Voglári általános iskolában 200 diáknak csengettek reggel 8 órakor, és rendben elindult a tanév a Fonyódi Mátyás Király gimnáziumban is. Igyekszem majd megtanulni mielőbb az ABC, és meglepem az anyukámat, én olvasok majd mesét. Mintegy 200 diáknak kezdődött meg a tanév a Boglári Általános Iskola alapfokú művészeti iskolában, közülük 36-an elsősök. Mi leszünk az első B-sek? Nem fogjátok elfelejteni? Nem. Tehát az első B osztály. Mindenki most oda leült a helyére, és arra kérlek benneteket, hogy nézzük meg azt, hogy mi van az iskolatáskátokban. Például keresse meg mindenki a tolltartóját. Izgatottan várták az első tanítási napot a kisdiákok, akik nem csak új tanszerekkel, hanem szülői jó tanácsokkal is érkeztek a Boglári intézménybe. Ugye a tanítónénire kell figyelni? Hát arra a tanórára. Meg hogy jól legyen az iskola, meg jól viselkedje. Mit szeretnél leginkább megtanulni, vagy mi az, ami nagyon érdekel itt a suliban? A számok meg a betűk. A vakáció kezdetével nem ért véget a munka az iskolában, hiszen egy kisebb felújítás ekkor kezdődött meg. Az önkormányzat, illetve tankerület segítségével teljes körű vizes blokk felújításunk van, 25 millió forintos beruházás. Szülői támogatással pedig parketta felújítás, valamint a termekben tisztasági festés is történt. Az első napok az ismerkedéssel telnek, hiszen nem csak az első osztályosoknak új a környezet, hanem több felsőbb osztályba is érkeztek új diákok.
A Balatonboglári Intézménybe három új pedagógus is érkezett az új tanévre. Mint az iskola igazgatója elmondta, a helyi önkormányzat idén is segítette a családok iskola kezdését. A tankönyveket a kormány innen biztosítja, a füzeteket pedig az önkormányzat támogatásával kapjuk. Már a tavalyi évben, illetve több évvel ezelőtt elkezdődött ez a projekt, és hála Isten idén is folytatódott. Ez pedig már a Fonyódi Mátyás Király Gimnázium, ahol több mint 500 diák kezdte el az évet. A 9-esek 142-en vannak. Jó, Egyes Roland. Jó, Roland, honnan? Gazdasági tagozatra jöttem, és Balatonfüredváron. Az első nap általában még nem tanulással, hanem az újak számára ismerkedéssel, illetve élménybeszámolóval telik. Kettől azonban már mindenkire munka és néhány új szabály is vár. Sok minden történt a nyáron, felújítások történtek, a nyári karbantartás során több épületrész megújult, egészségügyi festés történt, illetve változtak a törvényi környezet is változott, és ennek megfelelően átalakítottuk az alapdokumentumainkat. Mint minden tanévelé most is nagy várakozással tekintünk, bízunk abban, hogy ki tudjuk hozni a lehetőségekből a lehető legtöbbet, a diákok és a tanárok egyaránt, ezen dolgozunk. Fontos változás az iskolákban, hogy a diákok nem használhatják mobiltelefonjaikat a tanítási idő alatt. A legtöbb intézményben már reggel összeszedik azokat, és a fiatalok akkor kapják vissza, ha már nincs több órájuk. Bár az iskolai tanév kezdetét vette, ez az időjáráson egyáltalán nem érezhető. Így vannak olyan intézmények, ahol rövidített órákat tartanak, amíg tart a kánikula. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Ünnepi közgyűlés, vármegyei kitüntető díjakat adtak át. Tanévnyitó Dombóváron, Szent Mise a Jézus Szíve templomban. Harmadik alkalommal rendezték meg a családi napot. Tolnán kapcsolódtak ki kicsik és nagyok. Város és bányásznap, sokszínű programokkal készültek nagymányokon. Szerdán sem lesz lényegi változás az időjárásban. Marad az évszakos átlagnál jóval melegebb idő. Többségében 30 fok felett, délen 35 fok körül várható a délutáni maximum hőmérséklet. Csapadék előfordulásának is kicsi az esélye. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!